A családokról, a gyerekekről, a szórakozásról és a kultúráról szólt a szombati nap Pacséron. Minden korosztály talált magának kikapcsolódási lehetőséget. Kipróbáltam a körhintet, meg lovagoltam a testvéremmel, meg most kipróbáltuk az íjazást, és majdnem belőttem a közepébe, meg a testvérem is, és most nem sokára focizni fogunk. A falunap finomsága a híres pacséri lángos, amellyel mindenkit megvendégelnek. Mindenki vihet annyit, amennyit gondol, vagy szeretne, vagy családtagoknak, barátoknak, mindenkinek. 232 évvel ezelőtt érkeztek a telepesek erre a területre. A gyökerekkel a mai napig ápolják a kapcsolatot. Ehhez a falunap is jó lehetőséget nyújt. 1786-ban több mint 1000 kisülszállási települt ki Pacsérra, ide a Bácsér mellé, a jobb élet reményében. És hát úgy tűnik, hogy itt gyökeret is eresztettek, hiszen itt azóta is testvéreinket köszöntjük, és nagyon örülünk egy-egy ilyen meghívásnak. 13. éve ünneplik ilyen formában a falunapot Pacséron. A többnapos rendezvénysorozat célja, hogy összehozza az embereket, családokat. Régebben a pacséri vásár volt az, ami az elvándorolt pacsériakat összefogta, az már mostanra a falunapra körvonalazódott, ami minden év július második szombatján, a körépülő hétvégén van, ilyenkor az elvándoroltak, az innen származók mind hazalátogatnak. A pacséri falunapon kiállítás nyílt a helyi Szilágyi Gábor amatőr képzőművészeti csoport munkáiból.